Köszöntöm nagyon sok szeretettel a kedves televízió nézőik. Önök az Ébredés című műsorunkat látják. Minden hétfőn reggel 9 órakor és este 10 órakor megismételjük. Köszöntöm nagyon sok szeretettel Újváriné Szabó Anikó testvéremet, aki elfogadta az én meghívásomat, és itt lehetsz a televízióba. Köszönöm szépen a kedves meghívást, és én is hadd köszöntsem szeretettel. Először is téged hadd köszöntselek szeretettel, köszönöm. És a kedves nézőket is. Köszönöm szépen. Hát szeretnék feltenni egy olyan kérdést, ami szívedhez nagyon közel áll, igéből, Isten igéjéből, hogyha azt elmondanád, és felolvasom a nézők számára. Igen, a 121. Zsoltár az mostanában, ami úgy nagyon sokszor előjön a gondolataimban, meg szinte ilyen útmutató sugárként megy előttem az utóbbi hetekben. Igen. Ezt szeretném, ha esetleg felolvashatnánk. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet, megőrzi az Úr a te ki és bemeneteledet mostantól fogva mindörökké. Hát ez az a csodálatos ige, hogy hát mondjál néhány gondolatot hozzá, amit a szívedhez közel van. Igazából nagyon megfogott az a kép, hogy a hegy, hogy onnan föntről jön a segítségem. Mi nagyon szerettünk kirándulni. Mostanában sajnos az idő meg a távolság miatt, mert most lent a Nagyalföldön élünk, és onnan egy kicsit nehéz megközelíteni a hegyeket. Igen. De amikor csak tehettük, rengeteget mentünk föl, és nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, hát én alföldi származású vagyok, és mindig azt hittem, hogy olyan nehéz fölmenni a hegyre, jobb lefelé menni. Aztán egyszer csak rájöttem, amikor már tényleg sokat kirándultunk, hogy de hogy jó lefelé menni, sokkal jobb fölfelé menni, és sokkal szebb az, amit fönt lát az ember. És ez úgy mostanában valahogy előjött bennem, mint kép is, meg eszembe jutottak bibliai hegyek. És ami a hegyeken történt, az mindig valami nagyon csodálatos és nagyon különleges. Eladdig, hogyha eljutunk a Golgotához, az is a hegyen volt, és végül is fölfelé emeli a tekintetünket Jézus Krisztus az ő keresztjével. Szóval valahogy ez az ő rátekintés az, amikor tényleg fel kell emelnem a fejemet, a szememet, a tekintetemet, a lényemet, nem ragadhatok oda, és nem mehetek lefelé. Igen. Nagyon vigyáznom kell, hogy fölfelé, oda, ő felé haladjak az életemben. Igen, nekem is az a kép jutott eszembe, ahogy Mózest is mindig az Úr a hegyre hívta fel, hogy találkozzon vele. Igen. És ahhoz, hogyha vele akarunk találkozni, nagyon jó. Igen. Az Úr Jézus is sokszor hát imádkozni is a hegyre ment fel. És ez hát a megdicsőülés hegye, hát micsoda gyönyörű kép. És ott még a tanítványok is azt mondták, hogy ó, ne menjünk le, jó nekünk itt, csináljuk csak sátrat és maradjunk itt. Igen. Igen. Hadd kérdezzek egy olyan kérdést, hogy hát hol születtél és hol töltötted a gyermek éveidet? Mint említettem, az Alföldön, méghozzá az ország szinte legmélyebb pontján, Szegeden születtem. És hát végül is én ott nőttem föl, olyan igazi szegedi lány voltam, én nagyon lokálpatriótának éreztem magam, azt mondtam, hogy onnan egy tapottat se sehová. Aztán, jó Isten, más tervezett, de így a gyerekkorom a Szegedhez kötődik, a Tiszához. De talán úgy tudom, hogy azért a Solt a legalacsonyabb az országban. Lehet, hogy a kicsit, igen. Mert ott az is sík, csak a Solt talán 89 méterre van a tengerszint felett. Akkor tényleg lejjebb, mert Szeged 70 valamennyi. Én szerettem, igen. Igen.
Na, és hát hol végezted az iskoláidat, merre tanultál, milyen irányba képezted magadat? Nagyon érdekes volt, mert pont ebből kifolyólag, hogy én nagyon szegedinek éreztem magam. Én ott tanultam iskolákban is, tehát a Tömörkény gimnáziumban végeztem angol tagozaton. Ez a 70-es évek vége felé azért még különlegesnek is számított. És nagyon érdekes, meg számomra döbbenetes egyébként csak egy zárójeles megjegyzés, hogy éppen a jövő esztendőre már jeleztek a volt osztálytársak, hogy 40 éves érettségi találkozóra kellene, hogy készüljünk. Hát izgalmas lesz látni egymást. Tehát ott végeztem a középiskolát, a főiskolát is, a Juhász Gyula tanárképzőn tanultam magyar-orosz szakosként. Ez azért nem volt olyan egyszerű dolog, mert az orosz nekem mindig nagyon közel állt a szívemhez, mert... Igen, ez egy különleges igen, dolog. Ez nem semmi politikai dolog nem volt mögötte, hanem vérségi dolog, mert az én nagyapám, ő orosz származású volt. Igen. És emiatt mindig, amikor picik voltunk, akkor nagymama velünk lakott már, megözvegyült viszonylag hamar, és mindig mondta, amikor kezdtük az orosz tanulni, hogy de örülne nagypapa, ha most tudna veletek beszélni. És ez egy olyan motivációt adott, hogy én azt mindig tudtam, hogy az oroszt használni akarom. Hát emellé az angolt választottam annak idején, mert arra gondoltam, hogy majd angol-oroszos tolmács leszek. Aztán az angollal mégsem kerültem olyan szoros kapcsolatba, tehát főiskolára magyar-orosz szakra mentem. Hogy ott az angolt egy kis időre pihentettem. És azt szeretném kérdezni, hogy a kedves szüleid hívők voltak, amikor te megszülettél, vagy később? Igen, mondhatom azt, hogy ez egy óriási ajándék, ha az ember keresztény is. Igen. Tényleg hívő családba születik. Tehát nem csak névleg keresztények, és nem csak templomosok, hanem ők odaszánt életű. Nagyon csöndes, stabil emberek voltak, tehát nem adtak ők olyan nagy felhangot a kereszténységüknek, de nagyon stabilan megélték a mindennapokban, és amikor ők valamiért imádkoztak, térdelve imádkoztak, és rendszeresen mentünk imaházba, rendszeresen jártunk a közösségbe, szóval én azt hiszem, hogy egy nagyon jó alapot kaphattam rajtuk keresztül. És végül is aztán én is viszonylag korán, a serdülőkorban, amikor az ember ugye fölül értékeli, hogy mit is kap a szüleitől, akarja-e folytatni, akkor azért volt egy krízis pont a családban, nem a nővérem életén keresztül láttam néhány olyan dolgot, amire azt mondtam, hogy ez félelmetes tud lenni, tehát valami stabil alapot kell nekem is keresni. És hát átgondolva nem kellett sokat keresnem, mert azt láttam a szüleimen, hogy mit jelent a hit. És hitben igen, élni. És most erről jut eszembe, hogy van több testvére. Ez talán? Az egy nővére van, akit egy... megemlítettem. Igen, jó, igen, azért, igen, igen. Azért aztán ő is megtalálta az életében a pont, biztos pontot, hogy tudja igen. Ő is jól, hogy kihez kell mennie. Igen. És az egyik legfontosabb kérdést szeretném feltenni, hogy hát hogyan fogadtad be az Úr Jézust a szívedbe? Ez egy nagyon izgalmas dolog volt, mert ugye gyülekezetbe járva el is mentem a gyülekezeti táborra nyáron, és amikor ott hallgattuk a tanításokat, meg úgy jó volt a baráti közösség is, jöttek fiatalok, akik érdekes módon olyan kérdéseket vetettek föl, mondjuk imádkozás közben, meg beszélgetés közben, ami engem kibillentett abból a kis komfort érzetemből, és akkor mentem a lelki pásztorhoz keresni a választ ezekre a kérdésekre, és valahol a Jóisten ezt úgy megragadta, hogy gondoljam át, és akkor volt egy nap, amikor úgy egyedül voltam otthon, és vívottam, hogy hát Istenem, most hogy lehet veled beszélni? És akkor én is láttam ugye a szüleimtől, hogy letérdelnek, és úgy imádkoznak, hát letérdeltem, és imádkoztam, és akkor egy sofóniási ige jött elém, amikor úgy kinyitottam a Bibliát, megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. És ez engem annyira megragadott ez az ige, hogy akkor hallottam meg először Isten hangját úgy, hogy mit jelent az, amikor ő beszél hozzám. És ettől kezdve
nem volt kérdés, hogy lehet vele beszélni. Igen, igen. És hogy, igen. Tehát végül is nem egy olyan nagy látványos attrakcióval zajlott az egész megtérésem, de az akkor ott engem térdre kényszerített, és ott végig gondoltam, hogy miből is szabadít meg engem. Isten. Igen, és akkor ott Szegeden merítkeztél. És ott merítkeztem be, igen, így van. Egy nagyon kedves alkalom volt, mert heten merítkeztünk akkor be, és akkor épült fel az új imaház, akkor új, most már ugye nem új, azóta eltelt hosszú idő, de mi voltunk az első bemerítkezők abban az imaházban, a medencében, hogy ez egy nagyon szép emlék, és én úgy tudom, hogy közel talán 4-en meg is maradtunk a hétben. Sajnos mindig van egy kicsit olyan, aki nem tud stabilan megállni, de igen, hát a jó Isten hát kezében van minden. Igen, erről jut eszembe, hogy mi is, ahogy az új imaházat felépítettük, és a kisebbik lányom ott merítkezett be először egy hónapra rá, amikor átadtuk az imaházat. Az egy óriási élmény, mert igen. Új imaház, új medence, és mindenki olyan nagy várakozással és nagy reményel. Igen, mert hát még a régi helyen nem is volt medence, mert az egy régi parasztház volt, a szüleim háza, hát akkor adták oda erre, és hát ott volt a összejövetéle hely, és Szokolyához tartoztunk, és hát ott volt ott csak volt. Bemerítő medence, én is ott merítkeztem be. Azt szeretném megkérdezni, hogy hol ismerted meg a kedves férjedet, hol találkoztatok? Hát nagyon hálás vagyok, mert tulajdonképpen az imaházban ismertük meg egymást, mert Szeged ugye diákváros volt, és minden évben jöttek az új diákok, és az ifjúság mindig izgatottan várta, hogy na, kik jönnek. Hát némi, nem tudok, de tinédzser meg fiatal lányként azért mindig izgatottan vártuk, hogy lesz-e új fiú a bejövők között. És hát volt egy néhány új fiú is abban az esztendőben, de nagyon érdekes volt, mert én éppen nem voltam otthon, amikor szeptemberben kezdődött a tanév, és ő jött Szegedre az egyetemre tanulni, hanem orosz szakosként, akkoriban ez természetes volt, hogy kivittek bennünket a nagy Szovjetunióban, akkor még az volt, és 6 hétig Leningrádban voltunk nyelvi képzésen. És hát ő az alatt, az idő alatt ugye közben Szegedre került, és igen, mikor én visszajöttem, ő is hallotta, hogy van még valaki, aki nincs most itthon. És nagyon érdekes volt, hogy úgy, ahogy hazajöttem, akkor mentünk látogatni így az ifjúsággal egy idős nénit, és már az úton nagyon jót tudtunk beszélgetni. De aztán eltelt még majdnem egy év, és csak utána egy közös énekkari kiránduláson ültünk egymás mellé a buszon, és attól kezdve a mai napig tudunk beszélgetni. Igen, hát ez nagyon fontos, mert hát különösen akit Isten mellénk rendelt, akkor jó, ha igen, meg tudjuk beszélni a dolgokat, mert ez egy meghatározó az igen, ember életében, és hát hány gyermeketek született tehát, hogy... Hát ebben a kérdésben a Jóisten nagyon megpróbált bennünket. Igen. A 3 gyermekünk van, akikért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, de ez úgy kezdődött, hogy az első terhességemet 4 hónapos magzati korban elveszítettem. És nekem azt hiszem, hogy így utólag azt mondom, hogy kellett az. Mert addig olyan természetesnek vettem, hogy én megtervezem az életemet, igen, és akkor születik a gyermek, amikor az úgy pont nekünk nagyon jó lesz. Mert ráadásul ez pont abban az esztendőben volt, amikor a férjem felvételizett a teológiára, és még a felvételi ideje alatt terhes voltam, és én nagyon örültem, hogy legalább gyesen leszek, amíg ő tanul, és milyen jó lesz. És hát nem. Nem, mert alig vették föl, egy hétre rá veszítettük a gyermeket, és utána egy hétre rá már a katonai behívó is megjött, tehát úgy rögtön vastagon kezdődött a teológus időszak. De azt hiszem, hogy jó volt, mert már furcsa ezt mondani egy ilyen helyzetre, de megtanította a Jóisten arra, hogy vannak dolgok, ami felett csak ő az Úr. Így az van. Élet ilyen. Ő adja, és ha ő adja, akkor az tényleg ajándék. Igen. És annyit kérdezek, mivel már hát gondolom, hogy elég nagyok, hogy ők is befogadták az Úr Jézust a szívükbe. Igen, 2 már beismerítkezett, igen, és ugye a helyüket keresik. Kicsit nehéz helyzetben vannak, mert ugye
lelkész gyerekként Igen. egy darabig, ahogy mentünk, úgy születtek, aztán egy darabig, ahogy mentünk tovább, úgy maradtak el tőlünk. Igen. De Igen. még egy van, akiért nagyon sokat imádkozunk. Igen, akkor az veletek van még. Ő még úgy helyek közel, mert most mi újra kiköltöztünk vidékre, Igen, és ő Igen. meg az egyetemet, hogy be tudja fejezni, hétközben bent van, hétvégén hazajön néha, hát ahogy kijön a lépés. Oly, de így van. Ahogy kijön a lépés. És az jött a szívembe, mivel hát erről is beszéltél, hogy hát ahogy megtudtad, hogy a férjed hát szeretne a teológiára menni, és hogy lelkipásztor lenni, hogy szíved kész volt támogatni ebbe, vagy később? Abszolút. Sőt, én nagyon Igen. szerettem volna együtt tanulni vele a teológián. Értem. Mert valahogy úgy bennem volt egy nyitottság a szolgálatra. Igen. Érdekes volt, mert a serdülőkoromban én nagyon zárkozott voltam, és így nem találtam magamnak való szolgálatot a gyülekezetben. Igen. De amikor mi összekerültünk, és úgy vele együtt elkezdtünk járni a korunkbeli házaspárokhoz, és a fiatal családokat egy kicsit fölkarolgattuk, hogy végén eléggé ilyen központi szerepbe kerültünk az ő körükben, és hát ezután ment ő a teológiára, hogy tehát ez már akkor szinte mintha Jóisten úgy előkészítette volna. És akkor éreztem, hogy nagyon jó lenne tudni azt a tudást, meg Biblia ismeretet, nem csak így olvasva a Bibliát, hanem tényleg esetleg a kortörténetet hozzá, meg még akár a nyelvek is, én mindig szerettem a nyelveket, az úgy izgatott. Tehát, hogy, de akkoriban még nem lehetett nőként teológián tanulni. Igen. Ez, hát voltak már bent testvérnő, például előtte volt, igen, kisápád, igen, Léa, igen, hárman előtte Anna, végeztek. Hogy, hát ő is ilyen kezdetben hárman igen. indultak el. Igen. És hát úgy tudom csak, hogy őt avatták lelkipásztorban. Igen, ő volt egyedül, azt hiszem, aki avatott, a másik Kamilla volt, úgy tudom, Füredi Kamilla testvérnő, vagy volt, ő csak később, Cimberedit is. Volt a pap János és a pap testvérnek János a felesége, már, igen. Így van, igen. Igen. Úgy. Igen. Hogy ők voltak a nagy példaképek. De aztán, amikor én jelentkeztem volna, akkor egy darabig nem lehetett, nem kerültünk be nők. Még őre járjuk is emlékszem, amikor abban az időben, hát így valóban ilyen nagy dolog volt, Igen. hogy az egyházban, hogy ezt most megengedjék, Igen. vagy hogy lépjenek ebben, és Igen. hát így kezdődik. De aztán ugye most már teljesen egyenjogúként tanulnak a nők Igen, is a teológián, Igen. hogy így aztán az életem végén, ha már az iskolákról beszéltünk, azért megcsináltam a teológiai mesterképzést, Na, hogy legyen már meg, tessék. Hogyha már annyira szerettem volna. Igen, és hát jó, hogy elmondtad, mert ezt így nem tudtam, Igen. mert hát ismerjük egymást, csak hát ezért jó ezeket a részleteket is kicsit előhozni, boncolgatni. Így van. És... Ezt nagyon fontosnak tartottam egyébként, mert úgy azért közben nekem adódtak szolgálatok, amelyek során, igen, elő kell vennem az igét, és bátorítani embereket belőle, igen, és adott helyzetben néha szószékről is üzenetet közvetíteni, és hát ehhez viszont tényleg nagyon jó, ha az ember teológiai ismeretet is ragaszt egy kicsit a hát hogyne. Háttérben. Hogyne, meg hát különösen, amikor lelkipásztor feleség, meg sokszor hát jönnek különböző módon a hölgyek is, hogy valami tanácsot, Persze. és hogy olyan Igen. szempontból, hogy hát mégis a nővel jobban megértik magukat, és jobban talán elfogadják, vagy fölmerik Igen. tenni azt a kérdést, és ez egy fontos meghatározó. És nagyon sokszor a gyülekezetekben valahogy kialakult, hogy a törekvők óráját én vezetem. Igen? És hát Na. akkor meg, ott meg, tehát elengedhetetlen, hogy az embernek Így ne van. Legyen egy olyan Így van. Háttérismerete, ami segítséget jelent az ige értelmezésnél. Igen, és akkor, amikor hát a kedves férjedet felavatták lelkipásztorra, akkor hol volt az első állomás hely, ahova meghívtak? Mi nagyon messzire mentünk, hát attól függ, ugye, hogy mi a messze. Kazincbarcikán kezdtünk. Egy gyönyörű vidék különben, és akkor kezdtünk el nagyon sokat túrázni. A hétfőink szabadok voltak, mert ugye azért közben született gyermekünk, és aztán otthon voltam vele egyesen. És akkor ugye a hétfőket mindig, nagyon szép Értem. Vidék volt, nagyon tanulságos és nagyon jó. 9 állomásunk volt,
és egészen föl égerszög, teresztenye, szőlő, sardó, tehát ugye a Szendrő, hát ezeket ez egy gyönyörű, ez úgy Akteleki hegységnek Aktelek, az alján. Igen, kirándulni volt. Kirándulni, így a gyönyörű. Így át is mentünk az Imbarcikán, csak hát olyan értelemben nem voltunk. Sajó, Szentpéter, Varbó, tehát ezek a vidékek, és a hegyi embereket ott ismertük meg, ott szerettük meg őket, őszinteségüket, az egyenességüket, hogy nagyon tanulságos, jó időszak volt. Igen. Hát ez csodálatos valóban, hogy olyan helyre kerültetek, ahol hát lehet így túrázni, mivel mondtad, hogy szereted. Igen. Az én feleségem is alföldi kiskörösi, és ő is ide került. És az is egy gyönyörű vidék hát, az. Ő azért nem annyira szereti a nagy túrázásokat, úgyhogy tényleg... Nagy bátorítjuk innen is. A Petőfi jutott eszembe arról, hogy hát ő is szeretette nagyon az Alföldet dicsérni, de azért itt fönn járt, és itt Vácon is írta meg az anyám tyúkját, meg az ilyeket. Mindig, mit nekem Zordon, Kárpátok, de mégis azért szeretett ott járni, úgyhogy, és hát ti is azért. Ez talán azért jó, mert így az ember, én például nagyon értékelem az Alföldet is, tehát az a, tényleg a végtelen róna is egy olyan nyitott szabadságot jelent, hogyha az ember így megáll, és gyönyörű, amit lát maga körül, az ég és föld összeér. De ott vannak tényleg a hegyek, és az meg annyira gyönyörű, amikor úgy a kis patakok, meg kis zengzugok ott. Jó Isten teremtése, hát fantasztikus világot valóban, teremtett. Hát én is ezt látom, meg érzem meg, mert mi is ezen a hegyes vidéken lakunk, és dombok, hegyek vesznek körül, és amikor hát elmentünk kicsit kirándulni barlang túrára, és akkor bementünk a barlangba, olyan nagy élmény volt, hogy az soha nem felejti az ember. Ketten egy unokatestvéremmel fölszereg, csak későn indultunk, és hát 2 óra hosszát ben voltunk, és hát mikor kijöttünk, már eléggé elmúlt az idő, és amikor már kezdett szürkülni, mikor jöttünk hazafelé, akkor úgy árkon, bokron keresztül vettük az irányt, hogy gyorsan, és a nagymama már járkált az utcán, hogy mi lehet velünk, hol lehetünk, és hát valóban hát ez így történik, mikor hát szeretünk valóban kirándulni meg, de ez egy külön dolog, mikor egy ilyen vállalkozás, hogy bemenni, és aminek nincs föltárva a barlang a Naszájhegybe, és akkor olyan különleges dolgokat láttunk, hogy még cseppkövek is voltak, és hát ez a harmadik teremig bementünk, de már tovább nem volt idő merészkedni. Elveszíti az ember az időérzékét. Hason csúszva tudtunk átmenni egy ilyen 5-6 méteres rész, és hát vittünk kötelet, meg ilyesmi kis világító eszközöket, de tovább már nem merészkedtünk, úgyhogy... Azt szeretném kérdezni, hogy akkor a következő állomás hely az hol volt? Hát az nekünk egy nagyon kalandos dolog volt, mert akkoriban volt a Magyarországi Baptista Egyháznak partnermissziós kapcsolata Virginiával. Igen. És akkor a Richmondi Baptista teológián kapott egy éves ösztöndíjat a férjem. Na. Hogy ő ott archeológiát tanult egy évig, és akkor kimehettünk vele, már akkor 2 gyermekünk megvolt. Igen. És akkor én meg a vasárnapiskolai szolgálatot tanulmányoztam, úgymond önkéntesként, mert náluk a Virginiai Baptista Egyházközpontban ott külön ilyen kis tagozata volt minden szolgálati területnek, és a vasárnapi iskola a főállású munkatársakat tudott foglalkoztatni. És akkor ők úgy a hét folyamán készítették elő az anyagokat, kapcsolatokat a gyülekezetekkel, különböző konferenciákat szerveztek. Szóval nagyon izgalmas volt, hogy ennek aztán én később nagyon nagy hasznát láttam, mert amikor hazajöttünk, egy évig voltunk ígyként, akkor indult éppen a Kovács Géza bácsék által szervezett misszióiskola Budafokon, és akkor meghívtak ott tanítani pedagógiát, meg ezt a vasárnapi iskolát minden korosztálynak,
hogy ennek következményeként aztán én végül 20 évig tanítottam a teológián, mert a misszióiskola beolvadt a teológiába. Igen. Ó, és akkor ezt, így... Ezt sem tudtam. Jó, van egy csomó minden, hogy... Említed, mert ez valóban hát nagyon széles skálája van az életeteknek, nagyon, és most erről is eszembe jut az, hogy egyszer meghívtam a férjedet szolgálni Kozsra, hogy így tanárok a nyári időben szerveztünk ilyen pedagógus napot, és akkor a gyülekezetbe hát köszöntöttük, és ő volt ott egy alkalommal. Na, azért mondom, hogy így, ahogy ezt fölhoztad, és igen. Ezek is hát valóban, igen, hogy mert hát ő is tanárnak tanult el így eredetileg. Van, és az ő munkássága, és akkor így hát más helyről de majd egyszer is biztos így azt ő elmeséli. Mindig egy-egy évben volt egy ilyen nap, és akkor így hívtunk ilyen tanári alkalomra, igen, ilyen testvéreket, és hát te is nagyon mozgalmas életet élsz, és valóban hát Felső Petényben, amikor Répás dombon voltunk fönt, ez is hát egy ilyen hegyes, igen, vidék, és hát ott hallottalak bizonságot tenni nagy tűzzel, és nagyon örültem annak, mert láttam, hogy igazán a Szentléleknek a tüze motiválta az életedet, a bizonságodat, és amit elmondtál, is nagyon érintette a szívemet, és hát örültem, hogy hát így elvégezted mindazt, amit Isten, amire elhívott, és hogy bekapcsolódtál egy olyan dologban, hogy hát ilyen női munkába, és én azt látom, hogy hát most szinte ki teljesedett, mert úgy tudom, hogy te vagy a baptista, Európai Baptista Nőszövetségnek az elnöke. Így van, igen. Hát ez egy nagyon érdekes dolog megint, mert az ember elképzel dolgokat. Én mindent elképzeltem, csak azt, igen, nem, hogy a nőtestvérek között én ilyen komoly szolgálatot fogok végezni. Mert valahol inkább közelebb állt mindig hozzám egy kicsit a vasárnapi iskola a kezdetekben. Igen. És amikor az első ilyen európai nőkonferenciára meghívtak a akkor vezet, női vezetők, Győri Kornélné, Marika néni, Gerő igen, néni igen, volt, Meládia testvérnő, tehát ők voltak akkoriban így a vezetői a baptista női munkának, és Prágába mentek, 98-ban volt ez, 1998-ban, egy 50 éves jubileuma volt a Baptista Nőszövetségnek, az Európai Baptista értem, Nőszövetségnek, igen, és nekem ez volt az első nemzetközi, meg hát még ráadásul női konferencia is, de fantasztikus élmény volt különben, és ott derült ki egyébként, amikor megérkeztünk, hogy a programfüzetben be van írva, hogy az egyik szemináriumot én vezetem. És hát nem voltam rá felkészülve, de volt egy napunk, egy kicsit korábban érkeztünk, és bementem a könyvtárba, ott nagyon jó könyvtára volt a prágai teológiának akkor, és hát jó, egy nap alatt felkészültem, amennyire igen, tudtam. És nagyon érdekes volt, mert annyira jól vették a nőtestvérek ezt a szemináriumot, hogy ezzel a témával aztán meghívtak 2 évvel később a Baptista Világszövetség női vezetői alkan konferenciájára, igen, ami akkor Ausztráliában volt. Hát és akkor így életemben először rákészültem, hogy én megyek egy világkonferenciára, a világ végére, úgymond Ausztráliában, Melbourne-ben volt. Igen, hát a föld másik oldal. Hát nagyon izgalmas volt, és annál inkább, mert hogy ráadásul akkor még kicsi volt, olyan 5 éves volt a legkisebb gyermekünk, hogy magam is mentem volna is, mert a hívás az úgy késztetett, hogy menjek, közben úgy vívottam, hogy most ott van-e a helyem, de nem hagyott nyugodni a lélek, és tényleg elmentem, és hát valahogy így indult be, aztán 2003-ban lettem beválasztva a bizottságba, értem, az Európai Baptista Nőszövetség bizottságába, akkor még tagként, 5 éves terminusok vannak, és akkor 5 év után lettem titkár, és azt követő 5 év után lettem elnök, tehát igen, most jövő esztendőben fogom befejezni ezt a szolgálatot. Ó, hát. Jövő de hát nem lehet tudni, hogy a következőben nem választanak meg. Újra választás nem lehet, nem ennek lehet? Ja, megvan más. a ja, értem, menetrendje, ilyen már csak annyiból is, mert 52 ország tartozik ebbe a szövetségbe, és muszáj, így van, így lehetőséget van, kell adni minden más. Igen, így igen, is nagyon
hálásak lehetünk, mert azt hiszem nem sok olyan ország van, ahol kétszer is elnök lett valaki. Gerő Sándorné Júlia néni volt először, és ő pont abban a 87-92, tehát a nagy fordulat idején volt elnöke ennek a szervezetnek, és akkor most már én második vagyok így a magyarok közül. Ebben. És évente van ilyen kongresszus? A nagy konferencia az 5 évente van csak. 5 évente, igen, és akkor évente pedig tartunk kisebbeket. Ezeket inkább régióként, mert az az igazság, hogy elég költséges összeszedni Európa minden pontjáról az embereket. És akkor úgy csináljuk, hogy mondjuk Észak-Európa, akkor az orosz, volt orosz igen, államok, igen. Akkor az tanországoknak voltam régiben Moszkvában egy... Most legutóbb az arabul beszélő nők között voltunk egy kis konferencián. Igen. Tehát így inkább kis régiókra bontva tudjuk őket összehozni. Olyan. De nagyon izgalmas találkozni. Hát most az arab nőkkel, ahogy találkoztunk, Szíriából is voltak asszonyok, és hát ez az, amikor úgy olyan helyről jönnek, ahol mit csak úgy hallunk a hírekben, hogy ott csak vér folyik és borzalom van. Ott ezek az asszonyok olyan hitről, olyan reménységről és olyan életről beszélnek, amit így nem azt hallottuk meg tőlük. Kell nekik igen, élni valóban. Meg, és nem azt hallottuk tőlük, hogy jaj, milyen szenvedésen mennek keresztül, hanem hogy hogyan erősíti meg őket Isten igen. arra, hogy éljenek, és hogy szeressék egymást, még azokat is, akik kivetettek. Szóval nagyon izgalmas közöttük szolgálni. Hát, ha már ennél a témánál vagyunk, úgy tudom, hogy vannak nálad egy-két ilyen képes dolgok, hogy igen. esetleg, ha bemutatnál belőle, hogy... Hát, nagyon évente egyszer jelentettünk meg egy ilyen kis igen? híranyagot, amiben megpróbáljuk írott formában is meg kinyomtatva is kiadni, hogy mikor mit csinálunk, és hol találkozunk mi nők, és akkor ebben lehet tényleg egy kis információt szerezni a szolgálatunkról, de ez egyébként fent van az interneten is természetesen, igen. tehát nyomtatott formában. Akkor itt megjelenik Magyarországon. És bárki rámehet, ezt megkapja mindenki, ez angolul van, sajnos. Sajnos angolul van, és, de azért nagyon szívesen ajándékban legalább emlékként hadd adjak egyet neked. Köszönöm. Én sajnos nem tudok de angolul, hát a családban hát majd valaki. Megmutatom a igen, és az vagy internet címünk benne van, vagyis hogy EBWU, ez a rövidítésünk, igen? és akkor ebwu.org. az a weboldalunk, és ott utána lehet járni, vagy Facebookon is meg lehet bennünket találni. A közös nyelvünk az az angol, mivel ennyi országot... Ez a világnyelv. Hát ez a világnyelv, és ennyi országot valahol tehát ennyiféle nyelvet beszélni egy ember képtelen. És hát, én csodálom a Jóistennek a munkáját. Egyedül csak, hogyha nyelveken szól a szembe. Hát így van. Azt meg én tudok, hát Isten. Azt csodálom benne, hogy ami az ember életében történik, és már-már szinte elfelejti, egyszer csak úgy előjöhet, és összefonódik, és értelmét látja a végén az életének, mert nekem az orosz például most emiatt nagyon jól jön néha. Igen. Mert amikor oroszos régiókba megyünk, Belorusszia, vagy maga Oroszország, igen, vagy igen. a volt szovjet utódállamok, vagy most Csütörtökön megyek. No, de hát az orosz nyelvet is ismered neked. És akkor ez egy az segítség. Is nagyon igen, jó. Hát, igen. Múlt hétvégén Ukrajnában voltam, most Moldáviában megyek, és akkor ezek megint oroszos, tehát itt meg lehet szólalni oroszul. Az életed, igen. Most igen, most egy igen. kicsit igen. Még ebben az esztendőben. Aztán van nálam egy igen, ilyen, ami tegnap volt a napja, az baptista nők világi manapja. És ez egy nagyon különleges program, mert egyszer egy esztendőben a világ 6, illetve mi baptista gondolkodásban 7 kontinenst számolunk, igen. és akkor összegyűjtjük az imakéréseket, és akkor ezekért és akkor elindul az imádság napfelkeltekor, Ausztrália, Japán igen, vonalában, és végig, amíg le nem megy a nap. Igen. igen, és ezekért az imakérésekért imádkoznak a nők. Igen, és ez egy nagyon csodálatos. Szép, megható program. És hát ezt meg azért szeretem nagyon, ezt is elhoztam, igen? mert ez egy kenyérzsák, és ezen a magyar házi áldás van rajta. Ó, hát csak angolul. Igen? De olyan úgy örültem, amikor ez így elkészült, ezt
egy olyan testvérőnek a segítségével készítettük, aki egyébként magyar, és művészettel foglalkozik, textiltervezéssel, meg ilyen dolgokkal, és ő segítségével sikerült a formát, meg a mintát előszednünk, igen, hogy hát, ez egy ilyen kenyeres zsák. Csak úgy érdekességképpen, hogy igen, hát mit nagyon csinálunk. Jó, meg erről jut eszembe, mikor a leprásoknak is a nők hát csinálták ezt a, kötözték igen, azt a, igen, hogy mondjam, kötözőszereket, és segíteni egymáson, ez egy nagyon igen, fontos mennyire, része. Hát fontos volt az, hogy abban az időben, hogy hát nagy szükség volt, igen, a leprások igen, annyira rászorultak, és hogy és ilyen azért, segítséget van, is kapjanak. Így van, hát, és azért is gondoltunk mi is ilyenekre, mert úgymond testi lelki segít, táplálékot kell, hogy nyújtsunk az embereknek. Igen, igen. És ezért volt ez a kenyeres zsák is az ötlet. De valóban rengeteg lelki éhező ember van körülöttünk, úgy világszerte. Igen. Hát valóban akkor nagyon sok helyen megfordulsz a világ minden részén, és hát ez nem igen, kis kihívás is, de hát valóban nagy szolgálat, mert olyan testvérekkel találkozol, akik valóban az ő életükben igen, elmondják, hogy olyan helyről jönnek, akár háborús övezetből, és hogy igen, hogyan élik meg a hitüket, mert ez egy fontos. Hát most ugye Ukrajnában is azért csak szóba került beszélgetés közben igen, ez, és amiért nagyon hálás vagyok, hogy ezeket az országokat, meg hát amerre megfordulok, nem a turista oldalról látom soha. Igen. És néha nincs is időm szétnézni repülőtér, konferencia helyszín és vissza. Viszont az asszony sorsokkal találkozom. És ahogy ők mesélnek az életükről, hogy hogyan élnek ott, ez úgy megtanítja az embert először is nagyon hálát adni azért, hogy ott élhetünk, ahol mi élünk. Én azt hiszem, hogy most Magyarországon nagyon hálásak lehetünk. Minden nyomorúságunkkal és panaszunkkal együtt. Így azt kell van mondanunk, hogy nagyon jó dolgunk van most itt Magyarországon. A másik oldala pedig hát valóban az, hogy látni azt, hogy mindenhol ugyanúgy végig kell küzdeni az élet lépéseit, akármilyen jó módú vagy jó igen, szituált országból igen, kerül is valaki, ugyanúgy szembenéz a betegségekkel, a terhekkel, a feladatokkal, a nyomorúságokkal. Igen, különböző mindenhol, küzdelmes így dolgok van, bejönnek van az ember életébe. Hát épp csak beszúrásképpen, hadd mondjam, mind a Füredi Kamillával, és nekünk is egy élő kapcsolatunk volt, kijárt szolgálni. Hát amikor kiment először Sierra Leone-ba, hát én is imádkoztam érte, és hát 8 évig kint volt, akkor ott a háború kitört, evakuálták. Akkor megint Amerikába kiment, hogy készül majd újra, akkor megint előtte volt kint nálunk, és hát hálás vagyok az Úrnak azért, hogy hát pont amikor hazahozták betegen, meglátogattuk a kórházba, imádkoztam érte, és hittel meghívtam a háladó ünnepélyünkre az elmúlt évbe, és ő volt az, aki hát eljött, és utána pedig hát szintén halál előtt egy hónappal járt kint nálunk, és olyan kedves volt, hogy hát azt kérte, hogy ne érte imádkozzak, hanem szeretteikért, hogy azok is megtérjenek, és egy hónap múlva elment. Nagyon hirtelen, gyorsan igen, ment el, igen, igen. Hát ezért, mert vannak valóban, akikre Isten, mint egy nőre is milyen fontos feladatokat igen, bíz rá, és én hiszem, hogy a te életedben is ez egy nagyon meghatározó, hogy hát ilyen sok helyen járhattál, és szolgálhatsz, és hát valóban megismerheted az embereket, és nagyon akár sokat tanácsolni igen, egymást meg. Hát igen, nagyon sokat tanít erősíti az embernek ez, hogyha egyrészt megtanulom értékelni Istennek ha igen, mindenütt jelen igen, valóságát. Igen. És ez, ami a Zsoltárban volt, hogy a ki- és bemenetelemet őrzi, de ez nem mindig azt jelenti, hogy minden hú, de gyönyörű és fantasztikus, mert a terheivel együtt, tehát azért voltak ennek meg a fázisai, szolgálati fázisban olyan
kihívásai, amikor mondjuk ott volt betegen a kislányom, és el kellett dönteni, már be volt csomagolva a bőrönd, és indulni kell, vagy maradni kell, és melyiket kell most tennem, mert mit vár most tőlem Isten. Ezeket a döntéseket meghozni nem mindig egyszerű. Tehát sokszor úgy kívülről csak azt hiszi mindenki, hogy annyi ez, hogy utazok ide, meg oda, hú, de jó nekem. Ez nem erről szól, ez nem utazgatásról szól, hanem ez egy nagyon kemény szolgálatról szól. Hát olyan csodálatos, hogy ezt az ige verset mondtad most, most újra csak emlékszem rá arra, hogy én teszek minden nap imában egy megvallást, és ez is benne van, hogy megáldja az Úr az én ki- és bemenetelemet mostantól fogva mindörökké, és én is ezt tapasztalom meg, és hát valóban ez az ige egy meghatározó minden tekintetben egy hívő ember életében, ha erre rááll, és te szívedhez is ez közel volt, és ezért hoztad elő. Annyit szeretnék kérdezni, hogy hát a következő hely, vagy hát most már talán sorra vehetjük, hogy még hol szolgáltatok, és utoljára, hogy hát mégis, hogy most hol szolgáltatok. Igen, itt félbehagytuk, ugye, hogy kimentünk Amerikába. Igen, mert közben volt ez az életedben, igen, ezek a dolgok, de hát ez fontos, mert igen, ezek onnan, mind... tehát amikor visszajöttünk, egy nagyon érdekes meghívásunk volt, mert már tudták a csepeli testvérek, hogy jövünk haza, de nem ismertek még úgy konkrétan bennünket. Értem. És mégis meghívtak bennünket, és ez nekünk annyira különleges ajándék volt. Tehát amikor onnan hazajöttünk, mi már szinte egyenesen Csepelre mentünk szolgálni. Érdekes, erre nem emlékszem, igen, mert nagyon sok helyre emlékszem, igen, ahol szolgáltatok, még szolgáltok. Igen, és ott született meg a harmadik gyermekünk abban az, igen, időszakban. Nagyon kedves időszak volt. De hát jött egy nagyon különleges meghívás az újpesti gyülekezethez, és na, nem tudtunk rá nemet mondani. És igen, akkor az életünknek az egyik legkiteljesedettebb korszaka volt. Egy nagy gyülekezet. Egy nagy gyülekezetben, nagy feladatokkal, és nagyon valahogy úgy éreztük, hogy úgy egymásra találtunk a testvérekkel. Jó időszak volt az nagyon az életünkben. És akkor utána a József utcában folytattuk a szolgálatainkat, igen, itt nem messze a... Igen, megint tudom, igen, helyileg, és akkor onnan pedig 10 év után kaptunk egy meghívást Alberti és Apil is két kis településre, és hát olyan jó szívvel mentünk ki most már, hogy úgymond megint vidékre, mert úgy éreztük, hogy most ennek van itt az ideje. Igen, hát annyit csak, hogy Újpest is a mi számunkra is egy meghatározó idő volt, a második gyülekezet, amikor Kozsdommel volt 10 évig, mikor nem volt gyülekezeti, mert maradt egy öreg legény és egy öreg lány, és akkor újra kezdődött a gyülekezet, és hát így Újpestről kezdtek kijárni testvérek, és akkor így sokat így kapcsolatban voltunk, igen, az újpestiekkel. Igen. Nagyon nagy gyülekezet, emiatt sokrétű szolgálatot tud végezni. Igen, és igen, ennek a koordinálása nagyon izgalmas feladat. Igen, hogyne. Hát még most is nagyon jó emlékszek olyan testvérekre, akik kijártak, csak azért, hát már mondta, hogy hát már ő 80 éve szerettem volna ide behívni a televízióba, hogy hát ő nem nagyon akar már vállalkozni azért erre, de annyira jó volt, és annyira jó, mikor valóban találkozunk, mert sokszor van ott ilyen országos konferencia, és olyan jó azokkal a régi testvérekkel találkozni, mindig akik megerősítő, oda szánták életüket, és ez egy meghatározó. És hát valóban arra meg nem olyan túl régen volt, hogy még hát József utcában szolgáltatok, mert ott is szokott lenni hát ilyen konferencia, és most pedig, hogy Pilis, Albert is el vagytok, és ezek a nagy gyülekezetek után nem volt egy kicsit furcsább, hogy most oda talán kisebb, vagy egy kisebb köz... Nagyon nem? Érdekes volt nekem, egy kicsit még a mai napig olyan érzésem van, hogy most megkaptuk az újpesti gyülekezetet, meg a József utcai gyülekezetet együtt, kicsiben. Mert Albert és még szinte az épület is, meg stílusában is, Pannonhalmi Zsuzsa kerámikus művésznek van ott a
fantasztikus szószék és úrasztala, illetve bemerítő medence, kerámia műve, mert tényleg azt mondhatom rá, hogy alkotás. Igen. És ez úgy hangulatában is idézi az újpesti imaházat is, és karakterében is hasonló az albertésai gyülekezet. És a pilisi gyülekezetnek meg a hófehér falai annyira emlékeztetnek a József utcai gyülekezetnek a belső, kicsit modernebb, átépített változatára, azban az időszakban készült, amíg ott voltunk. Hogy így szinte, mint oda mentem volna a két gyülekezetbe most egyszerre, nem jelent problémát, hogy most a nagyokból kicsibe mentünk, mert az Igen. emberek ugyanolyan nyitottak, ugyanolyan kedvesek, ugyanúgy Isten gyermekei, és ugyanúgy keresik a Jóisten akaratát. Szóval a szolgálatnak ez része, hogy változtatunk. Hát, most már majdnem egy éve, hogy benn volt a Mészáros Kálmán testvér, és hát pont elmondta, hogy az első feleségét ott ismerte meg. És sajnos, hogy az elköltözött, és a második is, és az is onnan, onnan való, és azért mondom, hogy most ez egy ilyen érdekes kép, ami hát ő is így elmondott, és így körülbelül mennyi tagja van a gyülekezetnek ott a Habertésen? Ja, 70 körül vannak, ugye a bemerített tagok. Értem, igen. Pilisen pedig olyan 40 körül. Igen, igen, mert az egy kicsit kisebb. Kicsit igen, kisebb, igen. Életkorban egy picit fiatalabb a pilisi gyülekezet. Albert Irsán pedig nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Van egy jó csapata az ilyen 35-40 körüli házas párokból, sok kisgyerekkel. Hogy most a nőtestvérekkel készítünk karácsonyra egy pici ajándékot a gyerekeknek, arra gondoltunk, hogy a csomagjukban legyen valami, ami helyi, ami kézzel készült, és mi adjuk neki. Igen. És 42 gyereket kellett összeszámolnunk. Na, szóval hát akkor ez nagyon jó. Igen. Igen, mert pont az jutott eszembe, hogy hát bizonyára ott is hát egy újabb-újabb szolgálati területed van, ahova kerülsz, mert egy nagyobb gyülekezetben is meg lehet, hogy más, ott meg lehet, hogy külön női kör vagy női foglalkozások vannak, viszont lehet, hogy itt egy más irányú feladat van. Igen, ez még most körvonalazódik, mert szegények igen, ugye bele igen. húztam most, pont nagyon sok volt a nemzetközi szolgálatom, és igen. emiatt egy kicsit kevesebbet kaptak most a helyi gyülekezetek, de nagyon türelmesek és nagyon aranyosan várják azt az időt, amikor majd lejár a szolgálatom. És de igen. mi például úgy indultottuk el a ifjúságot, és most egy kicsit inkább ez a terület lett az enyém, amit úgy hívtunk, hogy retro ifjúság, mert nem akartuk csak házaskörnek hirdetni, hogy mi legyen azokkal a fiatalokkal, akik viszont család nélkül, tehát még nem házasodtak, és egyedül vannak, viszont nincs annyi fiatalunk, hogy ifjúsági kört indítsunk. Igen. És akkor így feloldottuk, hogy legyen retro ifjúság, és ebben mindenki jöhet, aki fiatal. Igen. Még ha házas is, vagy ha nem házas is. Hát meg azért örök fiatalok vagyunk, mert Dániel mondta, hogy látta az öregkorút, és hát mi hol vagyunk őhoz. Igen. Igen. Így van. Hát azt szeretném kérdezni, ez már talán nem annyira, hát hogy mondjam, örvendetes sokszor, ami számunkra, amikor bizonyos nehéz helyzeten kell átmennünk, de kedves nézők miatt szoktam kérdezni a kedves testvérektől, hogy hát ha volt ilyen az életedben, vagy az életetekben, hogy hát hogyan segített át Isten ezen a területen, és hogyha hát persze, erről hogy tudnál volt. Valamit még mondani Igen, számunkra. Volt ilyen, ha csak ugye a saját egészségemre gondolok, és nekem Igen. is volt, a 2007-es év az egy nagyon nehéz év volt számunkra. Én anyósom akkor volt beteg tüdő daganattal, és hát az ő élete le is zárult abban az esztendőben, viszonylag fiatalon, 68 évesen. Ja, igen, emlékszem, és ez így párhuzamosan zajlott, hogy ő január körül derült ki, hogy milyen komoly beteg, akkor azt mondták, hogy egy hónapja van körülbelül, de a Jóisten azért 8 hónapot adott neki a járványba még. Viszont párhuzamosan áprilisra nekem lett melldaganatom, akkor azon a műtéten kellett átesni, és ugye várni, hogy most merre fordul a helyzet,
és aztán még szeptemberre nekem lett egy másik műtétem is. És valahogy az év az úgy sorozatban, az egy nagyon megterhelt esztendő volt. De hát mesélhetnék arról is, amikor édesapám Alzheimeres volt, és végig kellett kísérni ezen a leépülési úton, és hát azt csodáltuk, ahogy édesanyám ezt nem tudta volna Isten nélkül végigcsinálni, azt emberileg szinte lehetetlen. Tehát azért ezeket a krízis helyzeteket át kell élni mindenkinek. És én azt hiszem, hogy ezek nagyon, nagyon komolyan tanítanak bennünket oda alázni magunkat a Jóisten lába elé. Igen. És azt mondani, hogy például amikor én ezeken a műtéteken mentem végig, megtanultam azt, hogy nem kérdezem meg Istent, hogy miért. Nem. Ez az ő döntése, ő ezen engem átsegít, vagy átvisz, és ha úgy visz át, hogy nem már itt a Földön fogok fölébredni, hanem nála, azt is a bizalommal oda kell tenni, és akkor megint ott vagyunk, hogy ez a Zsoltár is. Itt nem arról szól az egész, hogy akkor minden csupa jó lesz, ha valaki Istenben van, de közben mégis minden csupa jó lesz, mert nem ragadhat ki senki az ő szeretetéből, és ha abba vagyunk, ahogy mondja az Új Szövetség, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, és ez a reménység meg kell, hogy erősödjön bennünk, amikor a kríziseken megyünk át, és tényleg annyira jól odavisz bennünket Istenhez, és megtanít értékelni azt, hogy élhetünk ezen a földön. Igen, mert maga Pál is elmondja, hogy hát ő már szeretett volna az Úrhoz költözni, de azt mondja, még ti érettetek itt kell lennem. És hát sokszor ilyen dolgok is vannak, amikor hát nem könnyű, meg ő neki is olyan helyzetek voltak az életében, akár megkövezték, és hát ott nem néztek arra, hogy most mit ütnek meg, szinte halott volt, és körbeállták, imádkoztak, és fölkelt, és újra ment tovább, és nem hagyta abba azt a munkát, amire Isten elhívta, és ez egy csodálatos dolog, mikor, hát ha meg is jön az életünkben olyan próba, ami nem könnyű, de Isten a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedjük, és ez egy döntő dolog, hogy hát ő már által vitt minket a halálból az életre, és nem kell, hogy féljünk a haláltól, mert tudjuk azt, hogy nevünk be van írva az élet könyvébe, és hogyha elmegyünk, akkor ő hozzá megyünk, és csak jobb lesz. És mindig ezen át kell mennünk. Szóval ez valahogy úgy tisztít bennünket, amikor ezeken a nehézségeken átmegyünk. Igen. És én hiszem, hogy erősít is a hitben bennünket. Hogyne. Igen. És azt szeretném megkérdezni, hogy mivel ez a műsorunknak is a témája, hogy az ébredés, hogy hát mi a te látásod ezzel kapcsolatban, hogy mégis hogy gondolod, vagy hát hogyan várod-e, hogyan éled meg, hogy hát el fogja hozni Isten ezt az időt, mert én hiszem azt, hogy hát az Úr azért vár, hogy még nagyon sok embert akar üdvözíteni. És hogy ez működik. Ez nagyon érdekes, mert ugye hadd utaljak most az utazásaimra egy kicsit. Igen. Amikor Nyugat-Európáról beszélünk, eléggé könnyedén leírjuk, és azt mondjuk, hogy hát Nyugat-Európa elfordult a kereszténységtől. És bizonyos szempontból igen, mondhatjuk ezt, de amikor például Franciaországban voltam egy nőkonferencián, és következő évben pedig Belgiumban, mind a két helyen azt tapasztaltam meg, hogy ott a nőtestvérek szívében már ébredés van. Ez az időszak, amin most ők keresztül mennek, ez nagyon sokakat visszafordít Isten felé. Nem, egyelőre nem tömegek, tehát nem mondhatom azt, hogy százezrek, vagy ezrek, csak tízesével mondhatom talán, ilyen 50-60-80-100 nő volt körülbelül együtt ezeken a konferenciákon, de azoknak a lelkében már érezhető volt, hogy Isten munkálkodik, és fordítja, és életet hoz. És például a francia baptista szövetség vezetői is a lelkiségükben, a hozzáállásukban nagyon pozitívak. Kicsi népről van még szó, de erősödnek, és jönnek fel. A belgáknál ugyanezt tapasztaltam. Ott például volt egy időszakban konfliktus
a fehér és a színes bőrű gyülekezetek között. És aztán, ahogy őket egymáshoz közel vitte a Jóisten, és ahogy aztán együtt megjelentek ezen a konferencián, ott voltak már vagy 150-en is jelen, és ahogy énekeltek, és ahogy úgy érezni lehetett az egész atmoszférában, hogy igen, jelen van a lélek, és viszi előre az embereket. És ugyanezt ugye a többi országnál is meg lehet találni, hogy vannak, ott vannak, Közel-Keletről nem beszélve, hát fantasztikus, milyen lelki élményeik vannak. Viszont mondjuk tényleg jó pofa dolog azzal szembesülni, ez furcsa most az ébredéshez ezt a szót használni, hogy Németországban a menekültek között egész sokan megtérnek, mert nagyon komoly missziót próbálnak a németek, fölmérték, hogy máshogy nem lehet, csak ezzel lehet megoldani ezt a helyzetet, és elmondják, hogy olyan egyszerű lélekkel, szó szerint veszik a Bibliát a megtérők, hogy szinte zavarba jön a helyi gyülekezet, hogy hoppá, hogy is van ez, hogy ez tényleg elég csak így szó szerint venni, és az igét ilyen egyszerűen venni. Igen. És ez viszont visszahat ugye a saját gyülekezetükre, és őket is készteti. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat segít az ébredésben nekünk az, ha kapcsolatunk van olyanokkal, akik nem hisznek. Mert az ő kérdéseik, azok úgy józanítanak bennünket, és megráznak, hogy erre választ kell adni. És én akkor tudok választ adni, hogyha én keresem az Isten igéjében a választ. Igen. És ez segít aztán tovább bennünket, hogy akkor csiholjuk föl magunkban azt a tüzet, ami másokat is lángra lobbant. Igen, és hát most csak egy megemlítésképpen, hogy tényleg itt van ebben az évben ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját, és elkezdődik az ezek életében az a reformáció, hogy vissza a Biblia teljes igazságához. Tehát, hogy nem elhagyni belőle, hanem szinte szó szerint akarják mindazt beteljesíteni, mert maga Isten is azt mondja, egy pont, egy jotta el nem múlik, hogy benne teljesednék az ige, és hát ezt látom is. Ez sajnos az időnk elszaladt, és nagyon sok mindenről lehetett volna még beszélni, és nagyon örülök annak, hogy mindezt megosztottad velünk, ezeket az élményeket szinte, ahol jártál, és ahol szolgáltál, és szeretnénk most egy imával befejezni ezt az alkalmat, és hát először téged kérlek meg, hogy imádkozzál. Köszönöm. Édes Istenünk, itt vagyunk most előtted, mert olyan jó nekünk tudni azt, hogy az életünk a te kezedben van. Nagyon köszönjük neked azt, hogy te szeretsz bennünket, és ezt a szeretetet fölkínálod minden embernek. Tudod, hogy sokszor olyan nehéz megkeresnünk és megtalálnunk az utat te hozzád, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy én személyesen megtalálhattalak téged, és benned élhetek, és nagyon jó oda tenni a te kezedbe a családunkat, gyermekeinket, a szolgálatainkat, és így teszem a te kezedbe mindazokat, akik most együtt imádkoznak velünk lélekben, vagy csak hallgatják ezt az imádságot. Légy irgalmas hozzánk, könyörülj rajtunk, hogy meglássuk az utat te hozzád, megérezzük a te szeretetedet, Jézus Krisztus irgalmát, kegyelmét, ami árad minden ember felé. Légy velünk, és segíts nekünk, hogy tudjunk hálaadással élni, elfogadni tőled, amit te adsz nekünk, és abban megtalálni azt az örömöt, békességet, azt a jó reménységet, amit te tudsz kínálni csak, hiszen te vagy az, aki békességet tudsz adni egészen másként, mint ahogy mi emberi módon elképzeljük. De jó nekünk a te szeretetedben élni. Hadd kérjük ezt, hogy áldásoddal kísér mindegyikünket. Amen. Amen. Úr Jézus, áldom és magasztalom a te drága nevedet azért, Uram, hogy a mi testvérnünk is elfogadta a meghívást, és itt lehetett, és elmondhatta az ő életében mindazt, Uram, amin átvezetted őt, és amiben megsegítetted, és amire elhívtad, hogy szolgáljon a nők felé. Köszönjük, Uram, ezt a hűségét, és kérünk téged, Uram, hogy hagyd tudja továbbra is mindazt megtenni, amire te elhívtad, és
hagyd tudjon, Uram, mindenkor ott állni azon a helyen, ahol akarod, hogy őt látni és fel akarod használni. Köszönjük neked, Uram, hogy a kedves televízió néző is hallhatták, láthatják azt, hogy Isten hogyan munkálkodik a mi életünkben, és Uram, hadd tudjuk mindezt elmondani, hadd tudjuk mindezt megtenni, amikor valami nehéz helyzetben is vagyunk, hogy meg tudjuk osztani, hogy te hogyan tudsz bennünket kivezetni mindabból a nehéz helyzetből is, mert akarunk hűségesek maradni te hozzád. Kérünk téged, Uram, hogy valóban hozd el az ébredés idejét, és hadd jöjjön el az egész világra, hogy nagyon sok ember megismerjen téged, mielőtt te visszatérsz. Köszönjük, Uram, hogy meghallgattál. Amen. Amen. Megköszönöm a kedves televízió nézőknek, hogy minket választottak, és kívánom, hogy az önök életében is hadd legyen mindaz valósággá, amit Isten el akar végezni, amit oda akar adni. Keressék őt, még megtalálható. Isten áldja meg önöket a viszontlátásra.